egészségmegőrző programok. Az elhízás elleni akcióhoz és a kihívás napjához is csatlakozik a Kanizsai Kórház. Sikeres lomtalanítás. Jelentősen emelkedett a leadott kanizsai mennyiség. 1-2 felszállás. Nyílt napot tartott a Becsehelyi Repülőiskola. Jó estét kívánok, Vuk Anita vagyok, ez a Kanizsa TV híradója május 14-én kedden. Jönnek a részletek. Májusban két figyelemfelhívó rendezvényre is várja az érdeklődőket a nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház. Az intézmény az Európai Elhízás elleni nap mellett a kihívás napjához is csatlakozik, ahol a résztvevők az interaktív programok mellett szakemberek segítségével hasznos információkhoz juthatnak az egészségmegőrzés témájában. Az intézményben tartott mai sajtótájékoztatón Brünner Szilveszter főigazgató hangsúlyozta a két esemény fontosságát, hiszen a közösségteremtés mellett így minden korosztályt az egészséges életmódra és a betegségek megelőzésére ösztönözhetnek. Az elhízás mára Magyarországon népbetegség lett, és nem csak esztétikai, hanem súlyos egészségügyi problémákat is jelenthet, fogalmazott Farisné Hári Vera, a kórház vezető dietetikusa. A május 22-én 14 órakor kezdődő program első állomása a kórház játszóterén lesz. Lesz egy kardiológiai témájú stand, ahol a szív- és érrendszeri megbetegedésekről lehet információkat kapni. Lesz ott vérnyomásmérés, lesz testzsírszázalékmérés, valamint vércukormérés is. Pont emiatt lesz egy endokrinológiai stand, ahol ugye kifejezetten ugye a cukorbetegségről, de nyilván más anyagcserebetegségekről is lehet információkat kapni, ami ugye az elhízással nagy mértékben összefügg. A késő délutáni óráktól pedig a Mindenki sportpályáján egy közös futásra is várják a mozogni vágyókat. A tájékoztató másik tárgya az intézmény kihívás napi csatlakozása volt, amit május 29-ére terveznek a szervezők. A cél a mindennapos testmozgás és az egészségtudatos életmód népszerűsítése. Két helyszínünk lesz, először a mozgásszervi rehabilitációs osztály előtti téren, tehát a kórház területén tervezzük 9 órára első felvonását a kihívás napjának. Ez körülbelül egy ilyen 3-4 órás elfoglaltságot jelent, zenével, gyógytornász irányításával egy felépített feladatsort kell véghez vinni. A rendezvény második állomásaként délelőtt 10 órától pedig a Széchenyi téren várnak minden érdeklődőt. Az űrmeteorológia és a csillagászat került a fókuszba a Kiskanizsai Általános Iskolában ma délelőtt. Az előadáson az alsó és felső tagozatos diákok a napkutatás fontosságáról és alkalmazásáról hallhattak Korsos Mariannától. A természettudományok nem tartoznak a legnépszerűbb témakörök közé, és szeretnénk ezeket közelebb hozni a diákokhoz, fogalmazott Molnár István. Az igazgató kiemelte, az előadásokat a gyerekek a korosztályuknak megfelelő nyelvezeten hallgathatják meg. Vilmos Mihály, aki többször, több alkalommal volt már intézményünkben csillagászatnak a szerelmese, csomó mindenben segített abba, hogy valami hasonló témakörben a gyerekek okosodjanak. Az ő segítségével már egy olyan előadást fognak néhányan, alsós csoport és egy felsős csoport megnézni, meghallgatni, ami szintén ebben a témakörben, űrmeteorológia és csillagászat témakörben fog elhangzani. Az előadást igyekeztek érdekesen, interaktív formában tálalni a fiataloknak. Korsós Mariannak kiemelte, a fő célja az, hogy a gyerekek ezáltal kedvet kapjanak a fizikához, és a jövőben ők kutassák a nap energiatermelő folyamatait. Az igaz, hogy most már próbálunk elmenni a napelemek, a szélenergia, de ez hosszú távon nem fenntartható, hiszen a napelemeket is ugyanúgy ledobjuk a szeméttelepen, azoknak a lebomlási ideje is több száz év, tehát igazából nem nagyon mentjük meg ezzel a földet. Sok diákot érdekel a csillagászat, így többen előre utána néztek a témának. Én már hallottam erről a témáról, meg szoktam is ilyen műsoreket nézni, és engem tényleg érdekel. Varga Boglárka a kutatás iránt érdeklődik elsősorban, és ő is gyakran olvas róla. Nagyon sok ismeretlen dolog van még, amiket még kutatnak, és kíváncsi vagyok, hogy még mik vannak az űrben. Az iskolában mindig igyekeznek új területeket megnyitni a diákok előtt, így nem csak ez az előadás kelti fel a fiatalok figyelmét.
Szoktak lenni, és általában érdekesek szoktak lenni, és mindig többet megtudunk, úgyhogy szoktam elvezni ezeket az előadásokat. A programot tovább színesítette, hogy a kérdésekre helyesen válaszoló diákok ajándékokat kaptak, miközben érdekes információkkal gazdagodtak. Véget ért az idei lomtalanítási akció. A szolgáltató rendkívül sikeresnek ítéli a szezont, összesen 640 tonna lomhulladékot gyűjtöttek be. Ez a mennyiség az előző évekhez képest 25%-os emelkedést jelent. A megnövekedett mennyiségnek több oka van, mondta el Császár András, a Viridis Pannonia Kft. Logisztikai vezetője. A családi házas övezetekben élőktől már nem kérték, hogy előzetesen jelentkezzenek a lomtalanításra. Ez 60%-kal megnövelte azon címek számát, ahol éltek a lehetőséggel. Így összesen 2800 családi házas ingatlanhoz jutott el az akció során a szolgáltató. Ez majdnem a 40%-a ennek az állománynak Nagykanizsán, és nagyjából 100 tonnás plusz begyűjtést eredményezett, mutatott rá a szakember. A társasházi övezetben élőknél is emelkedést tapasztaltunk. Ennek javarészt az volt az oka, hogy a tavasz folyamán a katasztrófavédelem sok ellenőrzést tartott a társasházaknál. Javarészt a padlás és a pince helyiségeket nézték, ahol rengeteg felgyülemlett lomhulladék volt, és ennek a letakarítására kiadták a feladatot a közös képviselőknek, és ez dobta meg ezt a mennyiséget. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Szüntessék be a TikTokot! A megkérdezett kanizsaiak szerint indokolt lenne a lépés. 1-2 felszállás. Nyílt napot tartott a Becsehelyi Repülőiskola. A TikTok betiltása lehetne a megoldás a fiatalok túlzott közösségi média használatára, a megkérdezett kanizsaiak szerint. Számos országban napirendre került a téma az elmúlt időszakban, ami sok esetben nagy felháborodást váltott ki, a helyiek azonban támogatnák a döntést. Míg az Egyesült Államokban a TikTok teljes betiltásáról beszélnek, addig több országban az állami alkalmazottak számára már nem elérhető az alkalmazás a kormányzati telefonokon. Az Index cikke alapján ezt a fiatalokra gyakorolt negatív hatásokkal, valamint a platform kínai kötődésével indokolják. A megkérdezett helyiek úgy látják, a TikTok a gyerekek világnézetét is rossz irányba tereli. Egy valótlan világot mutat be, és a fiatalok ezért próbálnak valahogy jobbak lenni, vagy hogy én is ezt szeretném csinálni meg azt. De egyébként ez teljesen nem így van a színfalak mögött. Ezért nem lenne rossz, hogyha betiltanák, de vannak rajta olyan dolgok, amik mondjuk nem annyira borzasztóak. A platform szabályzata szerint azt csak azok használhatják, akik betöltötték a 13. életévüket. Ennek ellenére sokak szerint a gyerekek már akár 8 évesen regisztrálnak. Szerintem igen, jó lenne, ha be lenne tiltva. Legalábbis én, nekem is van TikTokom, de én igazából csak nézelődök, igazából semmi olyat nem szoktam felrakni. Mások úgy látják, a betiltás negatívan érinteni a fiatalokat, azonban Szabó Dóra szerint a használata még annál is károsabb. Időrablónak tekintem, több barátom is mondja, hogy hát 2-3 órája simán elcsúszik vele naponta azon, hogy csak leül a kanapéra és görgeti a TikTok videókat. Úgyhogy szerintem őket negatívan érinteni, viszont társadalmi szempontból meg hasznos lenne. A helyiek úgy gondolják, a TikTokon terjedő kihívások a legveszélyesebbek a gyerekekre nézve, hiszen azokban gyakran a testi épségüket fenyegető tevékenységekre buzdítják őket. A beszélgetésekből hosszabban Megkérdeztük című műsorunk szombati adásában hallhatnak. Az evangélikus templom belső felújításának alkalmából tartottak hálaadó istentiszteletet vasárnap Liszóban. Az eseményen Veres József lelkész mondott köszönetet a közösségi összefogásért, míg Kőszeginé Rackó Zsuzsanna esperes annak jelentőségét és a helyiek példamutatását méltatta. 2021-ben egy 15 milliós, majd 2023-ban egy 9 millió forintos pályázati forrás nyert a közösség, amelynek eredményeként felújították a templom belsejét. Az eseményt a Viola dalkör előadása nyitotta meg.
Veves József evangélikus lelkész elmondta, a falu közösség összefogása nélkül ez nem jöhetett volna létre, azonban az esperesi és püspöki hivatal támogatására is számíthattak. Nem minden nap újul meg egy templom, akár belsőleg, akár külsőleg. Egy zavaros világban vagyunk, amiben nem biztos, hogy mindenki úgy gondolja, hogy egy templomra érdemes áldozni. A kicsi gyülekezet, amely az evangélikus gyülekezet itt Liszóban, neki még hatalmasabb ez a nap, mert elsősorban át tudta élni, főleg azok, akik itt voltak, hogy ők is léteznek, számban vannak véve. A hálaadó istentiszteleten Kőszeginé Rackó Zsuzsanna, a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye esperese hirdetett igét. Hangsúlyozta, különösen fontos napot ünnepelt a közösség, hiszen egy kis gyülekezet életében még egy kisebb esemény is nagy mérföldkő. Nagyon sokat gondolkoztunk és töprengtünk, hogy hogyan tovább, és lesz-e ereje lehetőség ennek a gyülekezetnek befejezni a munkálatokat, de az, hogy ma itt lehettünk, ez azt mutatja, hogy igen, és ez azért is volt nagyszerű ez a mai ünnep, mert tényleg egy több helyről érkező segítségnek és egy nagyobb összefogásnak az eredménye lehetett, hogy ez a kis 11 családból álló gyülekezet megújíthatta a templomát. Az istentiszteletet ünnepi közgyűléssel zárták, ahol ajándékokkal köszönték meg a támogatók munkáját. Az eseményről bővebben is beszámolunk Dombvidék című magazinműsorunk következő adásában. Nyílt nappal várta az érdeklődőket a One to Fly repülőiskola szombaton a Becsehelyi reptéren. A szervezők egyik legfőbb célja az eseménnyel a biztonságos repülés népszerűsítése volt. Két évvel ezelőtt tette át bázisát Becsehelyre a repülőiskola, amely sétarepüléssel és pilótaoktatással is foglalkozik. A szervezők ezzel az eseménnyel szerették volna jobban bemutatni tevékenységüket a helyieknek, így lehetőséget biztosítottak arra is, hogy többen kipróbálják a repülés izgalmait utasként egy merev szárnyú kis repülőn, vagy egy úgynevezett autógírógéppel. A program több száz érdeklődőt vonzott. Satszolni nem tudok, de szerencsére elég sokan jöttek, úgyhogy örülünk neki, hogy sok ember eljött a rendezvényre, meg ki is próbálják a repülést, úgyhogy reméljük, hogy megtetszik nekik is a repülés. A résztvevők a gépeket kiállítva is megtekinthették. Az autógírók jellegzetessége, vagy kétszemélyesek, és leginkább a sárkányrepülőkre hasonlítanak. Az ilyen jellegű járműveket főként versenyzésre és túrákra szokták bérelni a cégtől. Pilótaként lehet kibérelni a gépeket, de vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy kellene nekik mondjuk egy pilóta, és akkor pilótával, mivel két személyesek el tudnak menni, nagyon népszerűek, ilyen 10-15 géppel megyünk legtöbbször túrára, leszervezük ezeket a túrarepüléseket, úgyhogy igazából csak be kell ülni, repülni, az üzemanyagtól kezdve mindent így intézünk az embereknek. Az egész napos programon napnyugtáig volt lehetősége levegőbe emelkedni a vállalkozó szellemű résztvevőknek. Ismét futók lepték el a nagykanizsai crosspályát. A szombati eseményen több tucatnyi vállalkozó szellemű sportember vett részt, hogy versenyezzen egymással és a körülményekkel. A Kanizsai Futóklub tagjai folyamatosan keresik a lehetőséget, hogy olyan területeken sportolhassanak, amelyeket alapjában véve nem futásra terveztek. A helyi motocross egyesülettel tavaly kezdtek el együttműködni, és az akkori esemény sikerét követően döntöttek az újbóli megszervezés mellett. A megmérettetés első felében a versenyzőknek lehetőségük volt akár ötször is körbefutniuk a létesítményt a különböző minősítésekért. A futást már elkezdtük 9-kor, tehát már meg is vannak ezek a fokozatok, tehát a bronz, ezüst, arany, platinum és vibránium fokozatok azok már kiosztásra kerültek, és büszkén mondjuk, hogy sokan részt vettek mindegyik fokozatba. A pályakörbefutása mellett különleges kihívás volt a legmeredekebb emelkedő teljesítése, amelyre a gyerekeknek is lehetősége volt. A felnőttek közül többen is inkább az élvezet miatt vállalkoztak a futamra. Minden ilyen az egyfajta poén, meg kihívás, és ha már van ilyen, akkor menjünk, hát a próbáljon, oké. A legtöbb nevező mindkét versengésben részt vett, többségüknél a futás immáron életformának számít.
Nagyon sok barátom fut, van a futóklub, a Kanizsai futóklub, ővelük is azért hetente egyszer-kétszer edzésen részt vettünk, aztán van egy ilyen baráti futó társaságunk, abban is többször futunk hetente, meg ugye foci is van, kis pályázok, nagy pályázok, tehát éppen amire az ember ráír, úgyhogy nagyon szeretem ezt a többiekkel együtt, ez a szabadbafutást, tehát igazából ez az, amit csináljuk talán. Az esemény végén a legjobban teljesítő sportolók a crosspálya dobogójára állva vehették át érmeiket. A Kanizsai Futóklub májusban még egy jelentős eseménnyel készül, hiszen a tagok idén is teljesítik a kihívás napját. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat, egy-egy mondatban. Egészségmegőrző programok. Az elhízás elleni akcióhoz és a kihívás napjához is csatlakozik a Kanizsai Kórház. Sikeres lomtalanítás. Jelentősen emelkedett a leadott kanizsai mennyiség. 1-2 felszállás. Nyílt napot tartott a Becsehelyi Repülőiskola. Ez volt a Kanizsa TV híradója május 14-én kedden. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen jön Cigót Sándor műsora, az Értékeink. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsamediaház.hu oldalon. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!